Sziasztok, Honbadisok! Még mindig itt vagyunk. Már úgy néz ki, hogy még mindig kell, azért tudnotok kell, hogy előre dolgozunk, mint mindig. Jó? Ez nagyon fontos. Nyilván a Maradj Otthon jegyében is egyszer jövünk be egy nap, és azt toljuk, lenyomunk hét ilyen videót is egyben, vagy akár még többet is. Na de, azért mondanám, hogy a mai napot azt majd kisasszony Zsófiának köszönhetitek, jó? És ma úgy néz ki, hogy hétfő van, 2020. április 20-a. Hétfő, ha jól tudom, igen. Jó, figyú! Kis gimnasztika, és ne felejtsd el, hogy minden nap élőben 18.00-kor jövünk a Facebookunkon, a Strongbody hivatalos Facebook oldalán jövünk, 18.00-kor élőben valamelyik edző fog jelentkezni az aktuális napi edzéssel, akinek esetleg otthon nincs kedve egyedül megcsinálnia, és sokat segít az neki már csak tudatban is, hogy bármelyik házban, lakásban, udvaron valahol csinálhatja vele egy sportbajtársa, most így hívom magunkat, akik ugye közösen benne vagyunk ebbe a nagy slamasztikába, és azért sportolnánk, de a lehetőségeink azok igen karcsúsítottak a jelenlegi helyzet szerint. Na de, csapjunk és evezzünk bele ebbe, ami a mai nap van. A Zsófiánk igyekezett nektek új feladatokkal és gyakorlatokkal készülni. Jó? Mondanám is, jó? A első rész az edzésben egy három körös feladat lesz, nem az a lényeg megint csak, hogy kizsigereld magadat, hanem odafigyelj a gyakorlat kivitelezésének a minőségére. Jó? Szuper! Fontos még továbbra is megjegyeznem, hogyha valakinek az adott gyakorlatból az ismétlés szám sok, akkor azt csökkentsd. Mi nem láthatjuk nyilván a kamerán keresztül, ezt te érzed. De az is nagyon fontos, hogy ne ilyen léhaságból csökkentsd, hanem akkor, hogyha valami fájdalom van, jó? Nagyon úgy gondolom az elmúlt, hát nem tudom, ilyen mozgolódásos éveim során sosem az segített egyébként, hogyha valamit pihentettem, hanem hogyha úgymond, idézőjelben nyüstöltem a testemet, mindig hamarabb gyógyult egy adott sérülésem. Ez az esetek nem 90%-a, hanem 100%-ában így volt. Jó, tehát három kör, 15 pull down in Superman positionben, itt fogjuk nektek ezt a gyakorlatot mutatni, jó, Zsófia és az Alex, aztán 10 darab sit up to reverse bridge, ezt is itt fogjuk nektek mutatni, jó, aztán 20-20 másodperc mind a két lábra, majd ugye úgy fogod megcsinálni, tehát elsőnek a jobb lábadra single leg hip thrust hold, tehát egy lábas ugye hip thrust holdod van, tehát egy lábas híd tartás igazából, csípőhíd tartás, majd a másik lábra is, jó? Ez is megvan 20-20 másodperc. Nagyon fontos tudnátok továbbra is, hogy minden adott gyakorlatunk megvan, most már azt hiszem valami 120-30 gyakorlatból tudunk nektek összeállítani egy adott napi edzéstervet, vagy hetit, vagy még többet is, ugye mert úgy szoktuk csinálni. Szóval ezek külön föl vannak véve, magyarázattal ellátva és bemutatva az adott videóban, ami nagyjából egy fél perc, egy perc, attól függ, hogy milyen gyakorlatról van szó. Ezeket a YouTube csatornánkon találjátok meg a lejátszási listánkból, jó? Aki esetleg Instagramon követ bennünket, ő a YouTube csatornánkat úgy fogja megtalálni, hogy Strongbody Szeged, jó? Strongbody Training Szeged. Na, és belemegyünk a fő részbe, egy 18 perces AMRAP-unk van. Hú, de finom! 8-8 hop over lunges, ezt itt fogjuk nektek megmutatni, tehát 8-8-unk van, majd 8 darab wall climbunk van, őt is itt fogjuk megmutatni, falmászás, jaj de finom ez a falmászás, jó készüljön mindenki, nézze meg egyébként minden nap a nap elején, hogy milyen eszközökre, vagy milyen falfelületre, vagy milyen területre van igénye az edzéséhez, és úgy igyekezzen készülni, mert minden nap 18.00 élőben a Strongbody Facebook oldalán. Tehát utána 8 wall climb, 8 falmászás után 16 power clean jön ásványvízzel, őt is itt be fogjuk mutatni, jó, ezt a gyakorlatot, vagy akinek van otthon kettlebellje, van otthon tárcsája, mondjuk tárcsával ez nehézkes, de egykezes súlya. Jó, ha valakinek csak mondjuk egy darab van, akkor ezt a 16-ot úgy értse, hogy mondjuk 8-at az egyik kézzel, 8-at pedig a másik kézzel. Légy kreatív, találd fel magad, és találd fel a helyzetet, és old meg a problémát, ha adott esetben van ilyen, hogy probléma. És 16 dám napunk van, tehát
ebből a 4 gyakorlatból 18 perc, ebből a 8-8-8 és 16-16 ismétlésből próbálj meg a lehető legtöbb ismétlés számot összehozni 18 perceden belül. Jó! Az utolsó C rész vagy harmadik rész, ugye a kiegészítőnk, ami nálunk mindig van, jó, mert szerintem a legtöbb oldalon csak láttok egy gyakorlatot itt kiírva, vagyis egy feladatot, egy vodot, és akkor az daráld le, ami mondjuk, mit tudom én, 10-12-20 perc, max. 30 perc, és nincsenek kiegészítők, de higgyétek el, ezeket a kiegészítőket ne vegyétek félváról, nagyon fontosak, mert ezáltal lesztek stabilabbak, jobbak, erősebbek, jó? És nem utolsó sorban, strong body-k meg home body-k. Na, figyú, 3 szett, megint csak nem az idő számít. Egyébként az egészet egyben itt fogjátok majd látni a képernyő nekem jobb oldalán, de amikor ti velem szembe vagytok, nektek bal oldalán, bal oldalatokon. Crossbody crunchod van, 10-10, jó. Crossbody crunch, aztán alternating arm leg raised van, raised van, abból is 10-10, és reverse fly with ásványvíz, battle palacka, vagy tök mindegy, water battle-lel, jó. 12-15 darab ismétlésed van. Ez megint csak mondom, mint az elén, 3 kör, nem időre számít. Tehát még egyszer szeretném kiemelten kihangsúlyozni azt, hogyha valakinek az adott ismétlések sok, például a fő résznél a 18 perc, az próbáljon megmaradni, de ha nem olyan a kedved, lányoknál ugye vannak azok a bizonyos napok, amelyek nehezebbek, akkor kicsit visszaveszel a frekvenciából, nem fogsz olyan vehemenciával dolgozni, vagy az ismétlés számból veszel vissza. De nagyon fontos, hihetetlenül lényeges, hogy minden nap mozog, de legalább heti 4 alkalommal próbálj mozogni, mert sokkal könnyebben kibírod ezt a hülye, begörnyedt otthon létet, mert már nekem is elegem van. Na, kedves kéjény, akkor éljen a biceps, éljetek ti, éljenek a hombadik, éljenek a csonkajanik, éljenek az egyetemisták, és éljenek mindenki, aki bennünket les, figyel, követ. Szevasztok, sziasztok, puszi, hé-ó!